Szia, ez itt az egyszakállas férfi vlogja, ez már a 40. adás, a mai téma szerencse vagy sem. Az egyszakállas férfi azon gondolkozott el, hogy mindig is hallotta az ismerősöktől társaságban, hogy valaki ilyen szerencsés, valaki olyan szerencsés, és hogy tényleg csak a szerencsén múlik-e, hogy valaki sikeres lesz, vagy előre tud lépni, vagy tényleg változtatni tud a saját sorsán. Az első pont, amit az egyszakállas férfi szeretne leszögezni, hogy a szerencsét magát egymagában értelmezni teljes mértékben hülyeség, mert úgymond nem létezik. A szerencse az egy lehetőség, amivel vagy él az ember, vagy nem él az ember, vagy rosszul él vele igazából. Az a lényeg, hogy lesz egy lehetőség, sokan azt mondják erre, hogyha egy ajtó bezárul, akkor egy másik kinyílik, valaki meg egy sokanit mondta, hogy ez csak a húzat. A lényeg az, hogy lehetőségek mindenki előtt ott vannak, viszont nagyon sokan nem veszik ezeket észre. És úgy próbálnak meg másokat úgymond szerencsésnek titulálni, hogy nem ismerik azt, hogy mivel foglalkoztak, mit csináltak, mennyi időt töltek be, mennyi energiát, mennyi pénzt, tényleg milyen nehézségeken kellett magukat áttörni. Inkább van az, hogy nézd meg, az ő füve zöldebb. Milyen jó neki, milyen szerencsés, illetve, hogy az internet megdönt, akkor dögöljön meg az övé is. Szóval alapvetően ez a negatív, hungaropesszimista hozzáállás az, ami így a szerencsét ugye úgymond elbagatelizálja, mert hogyha valaki szerencsének mondja azt, hogyha valaki sikeres lesz azért, mert 20 éven keresztül fejlesztette magát és elért egy olyan célt, amit ő magának tűzött ki, tényleg milliómos lehet, szép nagy háza lehet, autója, mindene, de viszont az, aki megítéli, ő nem tudja azt, hogy mit tett le a háttérbe, csak azt látja, hogy hirtelen itt van az ember, és már milliómos, és most ott van a tévében, újságban írnak róla, ez meg azt csinálja, ilyen gazdag, meg ennyivel dolgozik, szóval igazából az a legnagyobb probléma, úgymond, amit az egyszakállas férfi észrevett, hogy mindenki előre akar lépni, mindenki változni akar, de nem teszik meg az első lépést. Erre van egy népi bölcsesség, hogy pénzért bármi, csak dolgozni ne kelljen. A szerencse ott kapcsolódik ebbe, vagy a lehetőség, hogy igazából aki nem teszi meg a kellő lépéseket, az nem fog élni a lehetőség, és ha nem él a lehetőséggel, akkor nem változik úgymond a társadalom szemében szerencsésé, mert igazából mindenki ugyanazokkal a lapokkal játszik, mindenkinek ugyanannyi ideje van, mindenkinek ugyanúgy megvan a szabadsága, hogy elérje a céljait, akár legyen az online, offline, vagy akárhogy. Most a karantén persze megnehezíti az úgymond olyan megvalósítási projekteket, amihez társaságra van szükség, azaz rendezvények, vagy akár étterembe járás, stb. Ezek mind-mind most nehezítő körülmények, viszont ennek ellenére, aki megteszi az első lépést, az el fogja érni azt, amit szeretne, és ez nem szerencse lesz, hanem egy lehetőség, amivel élt az ember. Régen az egyszakállas férfi lehet, hogy nem is látta a lehetőségeket, ez nagyon sokszor előfordulhatott vele, mert igazából nem volt meg az a motiváció, hogy ő valamilyen nagyobb cél érdekébe tevékenykedjen, ez még legyen egy 5-10 évvel ezelőtti időszak. Ami azt jelenti, hogy az volt a rövid távú cél, hogy az aznapi kajája, szórakozása, tényleg betevője meglegyen, és ezért a 20-80-as szabályt úgy alkalmazta saját magára, hogy 20%-ot dolgozott, és azért maximális bevételt akarta megszerezni. Ez nagyjából járható út is volt, viszont az a 20% nem volt hatékony, így még több pénzt tudott volna keresni, hogyha ténylegesen tudja tartani a Pareto elv arányait. Alapvetően túlélte ezt az időszakot, mindig volt neki munkája, mindig volt neki valamit csinálni, mindig volt neki szórakozása, de alapvetően nem volt neki egy olyan célja, amit el akart érni. Ezáltal, amikor jött vele szembe egy lehetőség, amit hívhatunk a szerencse előfutárának, igazából a szerencsét felejtsük is el, a szerencse ne szerepeljen a szótárunkban, legyenek lehetőségek. Szóval ezeket a lehetőségeket az egyszakállas férfi legtöbb esetben észre sem vette, mert nem volt célja, és ez a célhoz ezek a lehetőségek lettek volna a legjobb kis mérföldkövek, hogy egy-egy ilyen lehetőséggel él, akkor tovább lép a céljai felé. Volt, amit észrevett, ezek közül két opció volt, hogy jól élt vele, és akkor valamennyien sikerült neki a napról napra élésen túl egy kicsit lépnie az élet célja felé, illetve volt, amit
valamilyen rosszul élt, azaz, hogy meg volt a lehetőség, élt is vele, de nem az eredmény lett, amit úgymond várt tőle, vagy lehetőség volt benne. Az ilyen dolgoknak is most már úgy látja, hogy minden olyan, amiben belekezd, az már pozitív, mert elindul, eltette az első lépést. Ha azon keresztül megismerkedik új emberek, akkor növelte a kapcsolat tőkéjét. Ha sikerül megoldani a feladatot és jól oldja meg a feladatot, akkor a sikeré és ott a valószínűleg bevételek, vagy bármilyen más lélekemelő eredménye lenne. És igazából ez volt neki nagy probléma, nem volt meg a célja, nem vett észre a lehetőségeket, és ebből fakadólag elég sok mindenről úgymond lecsúszott, annak ellenére pedig ott volt, elé volt kínálva tényleg aranytálcán. Ez lehetett akár egy munkalehetőség, egy projekt, egy szórakozási lehetőség, akár egy párkapcsolat, akár új emberek megismerését, észre sem vette, és nem is foglalkozott vele, és utólag, amikor már kicsit otthonosabban gondolkozott, akkor jutott eszébe, hogy hoppá, ott volt az a lehetőség. Hát, az a lehetőség így elillant, nem lett belőle tényleges megvalósítás. Az elmúlt 3-4 év arról szólt, hogy az egyszakállás férfi megismeri a saját magát, megtalálja a céljait, és ennek megfelelően tényleg építse saját magát. A 20-80%-os arány megmaradt, azóta a 20%-nak az a 20% ráfordított munkának a hatékonyságát tudta növelni. Ennek eredménye az lett, hogy a bevételi oldal növekedett, így az egyik méregfogát kihúzta úgymond az egyik napról élésnek ez az új hozzáállás. Viszont ahhoz, hogy tényleg elérje a céljait, bele kellett vágni olyan projektekbe, amik ténylegesen lehetőségek voltak, lehetőségek arra, hogy egy jobb élet vagy egy sikeresebb élet fele kormányozzanak, azaz jobb legyen marketingból, jobban építsen weboldalakat, jobban élvezze az élet apró dolgait, szóval a hedonizmus is valamilyen szinten köthető ehhez a lehetőség kihasználáshoz, mert igazából ha jön egy lehetőség, akkor a hedonista, ha abban élvezetet lát, akkor igent fog rá mondani, és akkor itt jön be egy kicsit az igenemberes vonulat is, ami azt jelenti, hogy általában arra, ami élvezet, és arra igent fog mondani, még lehet arra is, ami kevésbé, de inkább ez a vonal tényleg arra az eseményekre vonatkozik a hedonizmus tekintetében, amik nem okoznak kárt másnak, és saját magának élvezetet okoz. Szóval nagyon sok projekt volt az évek során, amiben így vágott bele az egyszakállas férfi. Amikor felmondott a munkahelyén, az első igazi munkahelyén, és átment a másikra, akkor ez egy ilyen váltás volt. Tényleg nagy öröm volt számára, a 45 perces út helyett csak 15 perces lett, rugalmasabb munkaidő, amit világ életében imádott, illetve itt ismerte meg azokat a fejlesztőket, akik dolgoztak a PostUse-on, így ő is a PostUse tagja lett, ez egy influencer marketinget támogató alkalmazás volt, itt marketing tervet írt, szöveget írt, szóval tényleg nagyon sok mindenbe tudott fejlődni, csapatba dolgozott, volt neki egy napi rutinja, igazából egy heti rutinja, amikor egyszer-kétszer így bement a közösségi irodába, és ott a többiekkel dolgozott, és többi startup csapatokkal. Ennek a projektnek a legnagyobb előnye az volt, hogy elkezdett élőben is megjelenni az egyszakállás. Nem volt annyira erőteljes az élőzés, de az első kezdetleges buktársaság után sikerült tényleg a PostUse Live Fesztiválon interjúztatóként szerepelni, és viszonylag jól hozta a formát, egy hát másfél órás talán annyira nem is volt, de egy óránál hosszabb volt az interjú, és ez is úgymond egy olyan lehetőség volt, amivel élt, és megvoló szervezésből is kivette a részét, és így ez a projekt ténylegesen nagyon sokat adott az életéhez, sajnos nem sikerült. Ennek a következménye az influencer bázis, amit saját maga készített, de erre se energiát, se elég időt nem fordított így ez most jelenleg nyüglődik, és parkolópályán van, de már közel áll ahhoz, hogy ezt a projektet is újra indítsa, teljesen más koncepció. Volt ilyen projekt még a hidalat.hu, ami az albérlet kiadásoknál segített volna az albérletkeresőknél, szóval megtalálják a saját megfelelő albérletüket. Ez sajnos az a projekt sem futott be, de innen is van egy-két ismeretség, ami tényleg hasznos dolog. Milyen projektek voltak még? A szakkollégium révén többször tudott oktatni is, illetve előadni az egyik konferencián még 2018-ban, és folyamatosan fél évente egyszer, vagy évente egyszer legalább egy oktatást is megtartott, ezen felül részt vett még előadóként szakmai esten, illetve tartott
kezdeményez workshopot is. Emellett volt még egy olyan kampány, ami Kickstarteren indult volna, egy közösségi finanszírozási projektnek lett volna úgymond a marketingese, sajnos itt hibájából kiesett a csapatból, mert hát rosszul élt a lehetőséggel, mert csinálta a dolgát, de minimálisan, nem érezte a sajátjának, ezáltal meg is látszott a munkáján, a kommunikációján, és fontosabbnak tartotta a saját feladatait, saját projektjét, saját munkáit, saját életét, így megváltak tőle. Hát nem volt ez jó érzés, de ez teljesen tisztában volt vele az egy szakállas férfi, hogy ezt az ő hibájából történt meg ez a döntés. Ügyfelekkel kapcsolatban is lehetőségek álltak fönn. Van több olyan partner, aki folyamatosan hozza neki a munkát, így ez egy nagy lehetőség, és tényleg ezeket gyűjti, hogy minél több olyan partner, aki munkával tudja ellátni. Ebből most már 2-3 is van. Egy, aki fixen hozza a munkákat, a többi elvétve. Továbbá ott vannak az ügyfelek, akikkel megismerkedett. Ezek hol jól fizetők, hol kevésbé, hol a low budget megoldás a menő, hol egyezik az érdek, hol nem egyezik az érdek, szóval itt ezeket a lehetőségeket úgy kell felfogni, hogy mindegyik kis projekt, amiben az egy szakállas férfi eldöntheti, hogy ő szeretne együtt dolgozni az ügyféllel vagy sem, de ugyanaz a lehetőség megvan az ügyfelek számára is, és minden egyes ilyen ügyfél kapcsolat lehetőség arra, hogy ténylegesen kialakuljon valami jó, előrébb vigye az egy szakállas férfit, előrébb vigye az ügyfelet, és a lényeg az, hogy ebben a helyzetben tényleg kettőnél a vásár, szimpátia megvan, akkor előre fog menni a vállalkozás is, és az egyszakállas férfi is fejlődni fog. Az egyszakállas férfi, én szeretett volna mondani az ő lehetőségeiről, szerencséről. Alapvetően tényleg nyitott az új lehetőség fel, akár legyen az párkapcsolat, legyen az munka, legyen az szórakozás, legyen bármi. Az egyszakállas férfi várja a lehetőséget, ha előtte lesz, igyekszik észrevenni. Ha észreveszi, akkor megfelelően alkalmazkodni hozzá, azaz a lehető legjobban élni vele. Ezen felül, ha még rosszul is él vele, akkor is a pozitív oldalát nézni, új kapcsolatok, új ismeretek, új tapasztalat, amivel gazdagodik. Szóval alapvetően nincs rossz lépés, egy van talán, amit ki is kell hangsúlyozni. Ha nem csinál valaki semmit, nem teszi meg az első lépést, akkor hiába van előtte a lehetőség, nem fog vele élni, mert nem fogja észrevenni, vagy nem fog tényleg foglalkozni vele. És akkor aki arra azt mondja, hogy valaki ez a lehetőséggel élt, hogy ő szerencsés, lehet azt mondani, hogy szerencsés, de azt is nézni kell, ez nem csak a szerencsén múlik, igazából a szerencse tényleg egy rossz szó, hanem azon múlik, hogy mennyi energiát, mennyi időt, mennyi pénzt, tényleg mennyi erőforrást áldozott arra, hogy az a lehetőségből tényleg valóság váljon. És az emberekben ez a rossz, hogy alapvetően nézik a másokat megnézzük, hogy mennyi lett az eredmény, viszont nem látják, mit tettek a mérleg másik felére, ők viszont ugyanazt várják el, mint a másik, nulla hozzáadott értékkel. És ez a legnagyobb probléma, hogy a nulla hozzáadott értékből várja valaki azt, hogy gazdag legyen, jól éljen, milliómos legyen, akármi, ez nem létezik, ilyen nincs. Ha nem teszel érte, nem lesz változás, másért nem fogsz megváltozni, csak magadért. Ha magadért nem vagy képes rá, akkor nagy a probléma. Ennyi szeretett volna mondani az egyszakállas férfi. Ha tetszett, thumbs up, lájkokat, kommenteket, megosztásokat várja. Csá-csá!